I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Nobi vagyok, és most be fogom mutatni ezt a kocsit, ami az Obey 9F névre hallgat. Nézzük is a tuningját. Hát akkor armor, fake. Na, első lokálító. Hát, nincs nagy választási lehetőség. Hátulra sem. Na, akkor motor. Kipufogó, hát itt sincs. Úgy egy választási lehetőség. Majd hagyom az alapot. Motorháztet csak karbon lehet, de az nem kell nekünk. Akkor lámpa. Hát a lámpa. Ez szerintem kék lesz. Akkor neon. A neon az meg... legyen zöld. Na és jött az autó színe. Miért lenne egy ilyen autónak? Hát ez már egy fehér lesz mondjuk. Hát a fehér ennél nem rossz. De nem is úgy az igazi. Nézzünk még azért egy pár szint, ha más van, akkor marad a fehér. Kék esetleg. Nem, mert a kék sem rossz. Na, ez jöhet. Na, akkor crew embléma. Küszöbb? Hát ott is csak egy választási lehetőség van. Spoilerből is egy van csak. Akkor leültetjük. Váltó, turbó. Na és jött a felni. Hát felni van valami jó kéne rá, ami passzol hozzá. Úgyhogy lehet, hogy feketében jól néz neki. Fehérben. A fekete jobb. És akkor a gombi füst az legyen kék. Na és akkor menjünk egy versenyre, és akkor megnézzük, hogy mit tud ez az autó. Na akkor itt is vannak a verseny, és akkor nézzük, hogy mit tud a Obey 9F. De korábban mentem már itt a Drifton pával, azzal egy 45-ös kör tudtam menni. Hát ezzel majd meglátjuk, hogy mit is tudunk. Na, minden esetre a gyorsulás az nem annyira rossz. Ahhoz képest, hogy olcsó autóról beszélünk. Azt hiszem olyan 120 ezer körül van az ára. Így a kanyára hiszem, mert vannak gondok. Eléggé megcsúszott az autó. De a mély sebességgel ez nem tűnik rossznak. Az árhoz képest természetesen, ezt úgy értem. Viszont ez a fogható kategória még. És egy 42-es körment az nem is olyan rossz. Hát aki itt tudja kezelni az ilyen csúszkálósabb autókat, azoknak ezt nagyon ajánlom, ez jó autó ennyi pénzért, nagyon megéri. Az annyira nem volt vészes. Jó időt is ment, gyorsulás is jó volt, végsebessége is. Ezt egyértelműen ajánlom versenyre. Viszont ennyit mondom már ez a videó, ha tetszett akkor lájkolod, iratkozz fel vagy kövess a Twitch-en. Facebook oldalam GTA Crew-ban, minden ott lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza, sziasztok!